A Máriahalmi önkormányzat nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a gyönyörű tavaszi napon. De nem is mindenkit, hanem elsősorban a hölgyeket. Lányokat, asszonyokat, édesanyákat, nagymamákat, és mindannyiunknak boldog, nagyon szép nőnapot kívánok. Virágot nem hozhattunk, így aztán fogadják szeretettel Somjó György, Kossuth Díjas költőnk, Mese a virágról című írását. Járok kelek a szobában, feltérdelek a székre, az íróasztal elé, könyvbe lapozok, rágyújtok, iszom egy kortyot, szavakat keresek. A nagy rózsaszín peónia mozdulatlanul áll a vázában. Veszem a kabátom, elmegyek hazúról, futok a dolgom után, azután, amiről azt hiszem, hogy az én dolgom, hazaérek. A peónia ugyanott áll. Felén fordulva rám néz nagy szirom fejével. Szakadatlanul rám néz. Nem ún meg. Egészen kitárulva, olyan, mint egy tágra nyílt szem. Mint egy hangszóró. Mint a Notre Dame óriás rozettája. Hogy fejezzem ki magam? A peónia nem akarja magát kifejezni. Azonos önmagával. Minden további nélkül. Attól olyan gyönyörű. Pedig csupa érzékenység. Ha elmegyek előtte, lépteim gyenge hullámzása a padlón már elég, hogy minden szirmát megborzongassa. A növényi lét után sóvárgok. Az öntudatlanság nem emberi vigasza után? Nem. Nem virág szeretnék lenni, mint ő, csak annyira ember, amennyire a virág virág. A nagy rózsaszín peónia.